globálisan kell erre a kérdésre tekinteni, mert a tüzelő több mint 200 dináros dízellel fuvarozzák, semmi és senki sem zárhat ki egy esetleges gázvezeték elzárást Oroszország irányából. Ugyanakkor a szerb kormány már megszellőztette, hogy az áram drágulni fog, hogy mikortól még nem tudni, és 10 vagy 15 esetleg 30%-kal még az is sejtély. A béleti a termelői árakat azok változtak úgy a fára, mint a szénnél is. Ami illeti a szállításköltséget, az viszont az minden szállítmánynál új ár van, ugyanis a üzemanyag az emelkedik. Tudni vagyunk, hogy már több mint 200 dinár liter üzemanyag, és ne felejtsük el, hogy nagyon nagy százalékban az üzemanyag a részese a kiskereskedelmi árát, mikor formírozzuk a tüzelőanyagnak. Most viszont már minden szállítmány új ára jön. Itt meg kell említenünk, hogy Boszniában egy 15 eurós áremelkedés volt az elmúlt egy hónapban. A kilátások nem rózsásak. A fatelepeken most található szén boszniai, montenegrói vagy koszovói. Ezekre termékekre pedig az adó mellett vámot is kell fizetniük. Mindent aláhúzva saját rezsiben melegedők már most kezdik el a tüzelő beszerzését. A fatelepesek azt mondják, a fa és a külföldi szén érkezése folyamatos lesz a nyáron, a vásárlók pedig igénylési listán várhatják a jelzést, hogy megérkezett tüzelőjük. Hogy milyen áron, az majd a kiszállítás alapján kiderül. Egy biztos, a tüzelő nem lesz olcsóbb, mint jelenleg.